Időutazás következik. 1956-ban a forradalom miatt nem fejezték be a labdarúgó bajnokságot. A Honvéd és a Vörös Lobogó között dőlt volna el az aranyérem, de egy győztes sosem hirdetett az MLS, viszont a lefújáskor a Honvéd állt az élem. Gros is Gyulat tartalékja és barátja, Faragó Lajos a klub nem hivatalos bajnoki címéről mesél, aztán jön a krónikás. Jött a pályáról a gondok, Lajos azt üzenik, hogy most mitől kedv, vagy szerda, vagy mitől, milyen nap volt november, ö, október végi nap valamelyik, hogy holnap jön a busz 8 órára, mennek Bécsbe, teljes batyúval, csomaggal, főszerekezve, jöjjön ki a pályára, és akkor izé, a, majd a busza bemegy a Dózsa mert ott van a gyülekező. Nekünk volt egy ö, menedzserünk, most úgy mondanák, amúgy is az ösztön keremélt. Kiértünk Bécsbe, mert másnapra szerzett pályát, hogy edzeni tudjunk. Bécsbe. És ellenfelet is szerzett három nap talán, de közben már állandóan a telefonon lógott, és kötött el a meccseket sorba. Németországban, Franciaországban, minden, ahol jó, nagy ismeretségi köre volt a sportba, hát összeállt a programunk. Haza tud, ó, otthon nagy balhéva, nem, érde, nem, lehet még hazamenni. És akkor mentünk tovább. És felmerült ez a dél-amerikai út. Mert már nekünk kétszer ígérték, két nyáron ígérték meg. Egyszer azt a hely, egyszer el, el is vittek bennünket egy nyáron, svédország svéd Norvég túrára, hogy végig ne járjon a pofája senkinek, hát az öcsiékbe néztek. Mi az, hogy nem megyünk valahova? <laughs> és akkor mindig le voltak kötve a meccsek, és tényleg csak úgy, amit hallottunk, ami, ami, ami kiszivárgott, vagy a helyi újságok, amit írtak és lefordítottak, hogy mi van Pesten, meg stb. stb. Ha lett ha csend, bevág, bevág a nyugalom, akkor talán visszajött volna együtt a banda. És akkor befejezzük a bajnokságot. De hogy ez már ha. Ja, hogyha most szóba kerülne, hogy ezt a bajnoki címet visszamenőleg odaadják a csapatnak Lajos bácsi, örömmel átvenné, mint az utolsó élőtagja, annak a első honvéd arancsában. Hát örömmel egy kicsit sírva, nosztalgiázva, hogy a többiek miért nem kaphatták meg. <laughs> Mert az, 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 egy nagyon jó társaság volt, nagyon jó csapat, nagyon jó kollektíva. De hát, hát ki, most már nem, hanyadik ebben lesz, most nem a ha hanyadik MLSZ vezetés van, vagy ha hanyadik, most kidöntse el ezt, hogy jaj, 56 ér adunk, mert úgyis megnyerték volna a bajnokság. Ja, ez az egy él adjunk neki egy érmet. Mit? Mit írnak rá? Mit nyomtatnak rá? Hogy? Nem? Címzetes 56-ot, az meg a hülye, azt a politikához, ma vettem ki a részemet, nem a futballba hogy címzetes 56-os bajnok. <laughs> ah. 1956 őszén a Honvéd előnye tehát a Magyar Labdarúgó nb 1 ben négy pont volt, de kevesebb elmaradt meccsel. A Csonka bajnokságot és az elmaradt bajnoki címet idézzük fel a Kispestiek krónikásával, Kasszás Kálmán sajtóreferenssel. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok! Kálmán, segítsük ki Faragó Lajos bácsit címzetes bajnoki cím, szóval, hogy mit írhatnánk arra az utolagos bajnoki serlegre, ha lenne egy ilyen? Hát azt hiszem ez a hajó már elment, és ebből nem lesz már bajnoki cím soha. <kül> Ez egy zűrzavaros év volt, a szövetség talán nem vette olyan komolyan a bajnokságot, ebből kifolyólag talán a csapatok se, és szinte mindegyik élcsapat, de nem csak az élcsapatok, különböző túrákon vettek részt, ami szétaprózta a bajnokságot, és elég sok mérkőzés elmaradt. Itt például ugye szóba került, hogy több is elmaradt az MTK-nak, négy, pontosabban a Vörös-Lobogónak, mert akkor Igen, így hívták, úgy hívták. Négy mérkőzése maradt el, a Honvédnak egy mérkőzése, viszont négy pont hátránya volt. Ha most a matematikailag nézzük, akkor akkor az MTK tesz, teszem azt, megnyeri minden mérkőzését, a Honvéd is megnyeri azt az egy mérkőzését, akkor a Vörös-Lobogó lehetett volna a bajnok, de hát a labdarúgás nem ilyen, ezt tudjuk főleg úgy, hogy a vörös lobogónak olyan mérkőzései maradtak el, abból három idegenben volt, egy otthon, és két vasas mérkőzés, ne felejtsük el, hogy a vasas... Hát dolog az időben... is, hogy a Közép-Európa kupát nyerő vasas ellen így, volt van, ezt akartam sem. éppen igen. mondani, igen, hogy a, a, a vasas a Közép-Európai kupát megnyerte a Vécsi Rapid ellen, tehát nem lett volna könnyű ellenfél. Most a magyar labdarúgás történetében volt már rá példa, hogy úgy fejeződött be egy bajnokság, hogy nem volt minden mérkőzés lejátszva, igaz, akkor viszont nem befolyásolta az első helyet, ez a 18-19-os bajnokság volt a tanácsköztársaság idején. Igen, szintén... az, az őszi rózsás tanácsköztársasági igen. bajnokság, igen, mondjuk igen. így. Igen, Ö, tehát nem volt példátlen ez a dolog. A baj az, hogy ami mondjuk számomra értetetlen, hogy hogy nem fejezték be ezt a bajnokságot, ugyanis a magyar kupa szintén félbeszakadt, akkor úgy hívták, hogy Magyar Népköztársaság kupa, és az két évvel később, később lejátszották a döntőt. És valahogy a, a bajnoki címet nem döntötték el. Amikor azt mondod, hogy ez a hajó elment, akkor ez a hajó mikor ment el? Akkor ment el abban a következő egy-két évben, mondjuk egy évben, amikor még ez be lehetett volna pótolni? Vagy mondjuk 1990 után, amikor ugye a rendszerváltást követően jött minden az élet, majdnem minden, nem minden, de sok területén valami fajta történelmi kárpótlás és igazságtétel. Mikor kellett volna ezt rendezni? Meddig kellett volna ezt rendezni, hogyha ma már erre legfeljebb nosztalgiával gondolhatunk szerinted is? Mind a két által az említett dátum szerintem jogos lenne. Tehát én úgy gondolom, hogy ha a Magyar Kupát tudták rendezni, akkor talán a Magyar Bajnoki címet is rendezhették volna. És a, a 90-es dátum is még megfelelő lenne, hiszen előfordult már az a, a labdarúgás történetében, hogy utólag történt valami, emlékezünk csak arra, hogy, hogy Budapest válogatott néven a magyar válogatott gyakorlatilag ugyanaz volt játszott mérkőzéseket, és jóval később ö, ö, ismerték el a, a találkozókat, így lett például Bozsik József 100-ból 101-szeres válogatott. Tehát ö, gondolom, hogy nem lett volna példátlan, de ezt, ezt nem rendezték, és, és erre gondoltam, hogy a hajó már elment, hogy ezt már nem is fogják rendezni, tehát ez lesz az a a nevezetes félbeszakadt bajnokság, aminek sose lett bajnoka. Igaz, hogy ha a táblázatra nézzünk, akkor a Honvédot látjuk az élen. Ez az első kispesti aranycsapat ekkor már öt bajnoki címen volt túl, közte ugye egy veretlenül megnyert bajnoksággal. Ez az 56-os csapat még a csúcson volt? Úgy gondolom, hogy igen, a csúcson volt, hiszen ha csak ezt az élet nézzük, akkor elindult a bajnokságok Európa kupájába, és ez a nagyon kalandos körülmények között jutott el odáig. Ugye a forradalmi események alaposan beleszóltak, és előtte túrákat játszottak, amire már összerejkel emiről szó volt. Azért is szükség volt, mert pénz kellett ahhoz, hogy eljusson a csapat odáig, hogy ezt a back lejátszotta, hiszen kín volt az országból és és nem volt fedezet rá. Összerejük, Emil rettentő sok mérkőzést lekötött, ez jó volt egy szempontból, mert ugye a, a pénz az megjött, viszont rettentően lefárasztotta a csapatot. Ennek ellenére Európa úgymond krém, krémjét verte meg a honvéd, a Milánt, az Internacionalét, a, a, a Barcelonát, ha nem is a Real Madridot, de hát annál erősebb csapatot, mert ugye egy Madrid válogatott néven, ami az Atlétikóval és a Real Madridból állt, 5, 5 5 játszott, ott egyébként Lajos bácsi meg is sérült, Di Stefano egy meddepuszit adott neki. Egy oda, mm. egy oda lépés, igen. Igen, igen, igen. Igen, Na most, hogyha látjuk például a maiakat, a maiak közül mondjuk Lanzafame és Eppel össze-össze különbözik a pályán a győzni akarás közepette, ebben a csapatban csak néhány igenismert játékos nézzünk, Grosis, Puskás, Bozsik, Cibor, Kocsis, Budai, Tihi, Bányai, Mahos, hogy fért meg ennyi tudás egy csárdában? Közöttük is voltak villongások? Milyen volt közösségként ez a honvéd, hogy a Lajos bácsi utalta arra, hogy hát nagyon szerették egy egymást ezek a sportemberek. Ez így van. Ez egy rendkívül jó társaság volt, és ettől függetlenül voltak összezördülések, főleg Puskás és Szibor között, de ez sose volt utána, a haragban nem torkolott. Ez a mérkőzés hevében voltak zsörtölődések, összetűzések. Tisztelték egymást nagyon ezek a labdarúgók, elismerték egymás tudását, ezek között is kiemelkedett Puskás öcsi bácsi, aki, akit, akit mindenki elismert, egy úgymond vezetőnek tekintette, ugyanakkor ez a, ez a vezetés ez nem diktatórikus vezetés jelentett, tehát... Első az egyenlők között. Így van, így van, és ő volt az a, a legcsivészebb közöttük, aki kiárt mindent és jó beszélőkéje volt. Hát például a Honvédnál Puskás dumáira ha már mondtad ezt a Puskás Cibor, hogy az ördüléseket, arra a Cibor tudott reagálni? É, persze, hát ő se volt egy... <laughs> azért mondom. ...akármilyen játékos és, és ember, de ő egy kicsit különc volt, nem véletlenül volt, több beceneve is az egyik, az röngyláb volt a, a, a cselezései miatt és a kiismeretetlen cselei miatt, a, a másik pedig a bolond volt. Igen. Ennek se volt, ennek is meg az oka, hogy miért volt. Ö, úgyhogy ez, ez ködre játszott, igen. Te személy szerint a klub krónikásoként mennyire tartott fontosnak ezt az 56-os ügyet, mármint a történelmi igazságtétel ügyét? Illetve hát azt, hogy ez elmaradt, ez, ez, ez mekkora űr, fájó hiány, vagy lukként tátongott a klub történetében? Hát ez rendkívül fáj a pont, nem csak nekem minden honvéd kispesszúrkolónak, de úgy gondolom, hogy ezen már sajnos nem lehet változtatni, hogy az is mondtam, talán lett volna kétszer lehetőség, de ezt egyszer sem oldották meg. Igen, fájó, hogyha ránéz az ember a 56-os tabellára, hogy ott látja, hogy első a Honvéd, ugyanakkor a bajnoki címek közül pedig hiányzik ez, a, ez az úgymond bajnok. De mi ez a rezignáció, ez a lemondás? Miért mondod azt, hogy ezen már nem lehet változtatni? Például azon nem gondolkoztatok el, hogy van itt a puskás ügyeknek már hivatalos nagykövete is, hogy esetleg az ő segítségét kérjétek az ügyben. Nem, erre nem gondoltunk. Úgy gondolom, hogy a Honvéd és a, a KLT, -e, a Kispesti -e Labdagási Támogató Egyesület, és se fogja keresni nagy nagykövetőt a be. Na most, mert hogy hát ugye napjaink honvédja nem tartozik a kiváltságosok közé, az látható. Miért van ez így? Miért alakult ez így? Jó, vagy baj -e ez, hogy ez így alakult? Valamikor volt kiváltságos klub? Ö, nem tudom. Én úgy gondolom, hogy a, a, a honvéd most is a kiváltságosok között van. Kiváltságos dolog honvéd szurkolónak lenni, hiszen ez a érzés ez, ez a, szurkolóinkat elviszi mindenhová, a csapatot követik mindenhová, fanatikusan szurkolnak, szeretik a csapatot, kiváltságosnak így kellene. Ez csak ez ugye az alulról érkezik. Tudom, hogy nem erre de... de Én meg elmondtad, hogy ez fontosabb ezek szerint, Igen, ugye? ez hogyha azt nézzük, hogy a labdarúgás a szurkolók. Nekünk ez a mindenki. kiváltság. Uh, ugye a puskás hagyaték felcsúton található, uh, ti már tettél említést itt a Kispesti futballházról, uh, ti hogyan uh, őrzitek a klubhagyományokat, uh, hogyan uh, szeditek össze az erekéket, és van -e, vannak-e olyan büszkeségek, amiket, ha fogalmazok így, elhappoltatok, vagy megtartottatok, vagy ti szereztetek meg magatoknak? Hát az Egyesületünk, amikor megalakult, most a Kispesti Labdarúgási Támogató Egyesületre gondolok, akkor a kezdet kezdetén az alapszabályban benne volt, és a terveink között az volt, hogy, hogy létrehozunk egy múzeumot, és az 2014-ben meg is valósult, azóta működik a Kispesti Futballház, ami azt gondolom, hogy nagyon sok erekével rendelkezik, a alapítástól napjainkig minden korszakba felelhető. Érdemes elmenni és megnézni, akit érdekel. Sok olyan dolog van a múzeumban, ami, ami ritkaság. Megemlíthetem itt például a kac pecsétjét, ami, ami nagyon érdekes, mert egy, egy kis szelence, amiben egy kis körpecsét bele van téve. Tehát az egész egy, egy nagy kabátgomnyi tárgy. Ezen kívül ott van a, a, a klubnak a, az alapszabálya. 1908 volt, igaz, hogy 909-ben alakult a klub, de 908-ban már elkészült az alapszabály. Rengeteg fotó, zászló, dokumentumok, többek között az a dokumentum, ami, ami a, a úgynevezett dél-amerikai, túrán 57-ben aláírtak a játékosok, ugyanis ösztere, akkor sokszor megvádolták, hogy, hogy elhapolta a pénzt, és elsi és ott szinte minden, nem szinte minden játékos aláírt azt, hogy hogy Eichel Emil ö, elszámolt az utolsó ö, forintig a, a csapattal. Többek között ez a dokumentum is jött ki, volt állítva. Na most az utolsó kérdésem, ugye 1955 és 80 között 25, 93 és 2017 között pedig 24 év telt el, vagyis egy-egy bajnoki cím között. Mennyit kell szerinted várni a következőre? Úgy gondolom, hogy körülbelül 7 hónapot még. Még hét hónapot? Igen. És a krónikás szerint akkor az a 15 vagy a 16. bajnoki cím lesz? Sajnos a 15. További jó munkát, köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönöm el. szépen.